Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. A vendégünk a Pokolgép zenekar. Hú, nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt vagytok így teljes pompában mindannyian. A beszélgetésünk egyik apropója az augusztus 22-én megjelenő új DVD-tek, a Pokolgép 35, ha jól mondom. Mit kell tudni erről a DVD-ről? Hát ugye egy remek kiadó fogja kiadni, ez az egyik dolog. A másik az, hogy mi öten leszünk láthatók a videón, hát a Pokolgép együttes. És hát valóban elmondtad, hogy ez a sportcsarnok koncertnak a képi rögzítése, megvágásokat a Márk készítette, és gyakorlatilag nekünk nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszik. Koncepció volt, hogy házon belül oldjátok meg a vágást, ilyesmit, tehát te direkt így szerettétek volna? Hát ezt megmondom őszintén, én vállaltam magamra, hogy én ezt szívesen megcsinálnám, mert úgy gondoltam, meg szerintem a többiek is úgy gondolták, hogy ha ezt házon belül oldjuk meg, akkor igazából teljes mértékben a saját ötleteink és a saját koncepciónk alapján tud majd létrejönni ez a DVD. Úgyhogy így végül én vágtam, és a többiek megadták az ötleteket, hát közösen. Hát nem beszélve arról, hogy egy ilyen DVD-t létrehozni, az kibírálni stúdiókat, meg vágó lehetőségeket, szakembereket, gyakorlatilag az nem egy forintba kerül. És ez a DVD azért jelenhetett meg, mint a Pokolgép együttesnek az első és valószínű utolsó DVD-je, ha csak valaki nem vállalja be, mert gyakorlatilag a saját pénzünkön összedobtuk azt, hogy egy DVD-t készíthessünk magunknak, és ehhez kerestünk utána egy kiadót, aki bevállalta azt, hogy ezt ki is adja, de nyilván hát itten már, hogy ezt megcsinálta a vágást, hát hogyha ezt stúdióba csináljuk szakemberrel, akkor itten súlyos milliókat kellett volna beáldozni ennek a dolognak. És hát nyilvánvaló dolog, hogy mindenki tudja, hogy a DVD az gyakorlatilag a ma 2020-ban kiadni DVD-t ráfizetéses, és nem éri meg, és mindenképpen egy negatív büdzsét eredményez. Tehát gyakorlatilag azért ez így alakult, ez a dolog. És a Márk egyébként ért hozzá, tehát ő informatikus szakember. Jól mondom már? Így van. Tehát ért a számítógépekhez, és valóban ott ült a zenekar, és a Márk nagyon ügyesen megcsinálta, amiket mi mondtunk, és egyébként meg neki fantasztikus képzelő ereje van, hogy néz ki 2020-ban egy teljesen modern metal videó klip, illetve egy komplett DVD, ami nem egy számból áll, hanem rengetegből. Jó, ott is szerencsém megtekinteni már az anyagot kompletten, és az a helyzet, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy simán letehető bármelyik, akár nagy külföldi metal kiadós, nagy zenekar kiadványához. Neked volt, vagy nektek volt esetleg valamilyen etalon koncert kiadvány, amire úgy néztetek, hogy igen, valami ilyesmit szeretnénk mi is? Hogy van ilyen, akár régebbi is, amire azt mondtátok, hogy fú, igen, ez én is nagyon szeretnék egyszer egy ilyet? Kinek szól a kérdés? Mindenkinek. Mindenkinek igazából. Tehát, hogyha mondjuk neked van egy ilyen kedvenced, akkor arra is kíváncsi nekem vagyok. Nem. Amit beleraktam ötletet, az a saját fejem után mentem. Nem igazán azután, hogy mit láttam valahol, vagy mit nem láttam. Ugye volt egy anyag, amiből építkezhettünk. Nem voltak plusz színpadelemek, meg bármi más, amit oda lehetett volna vinni, amivel ugye elő lehetett volna készülni arra, hogy tényleg ez egy DVD lesz. Mint ahogy a Gábor elmondta, ennek úgy futottunk neki, hogy na legyen már egy DVD a zenekarnak. Régebben volt, de az VHS-el jelent csak meg, ugye. És hát beleraktuk a pénzünket, mi így jöttem, ezért is jelenhet meg. De hogyha ebbe még több pénzt rakhattunk volna bele, akkor azért lehetett volna monumentálisabb színpadgépet is előállítani. Ezért aztán nem lehetett arra menni, hogy most ehhez hasonlítson, vagy ahhoz, mondjuk egy Manowarhoz, vagy egy Judashoz. Vagy akár kétszer-háromszor a hosszú filmet is lehetett volna készíteni. Nyilvánvalóan kétszer-háromszor annyi pénzt kellett volna beletenni. De hát a sportcsarnokban lévő muzsikusok közül így öten bevállaltuk ezt a dolgot, hogy
beleteztük akkor a közös kalapba azt a pénzt, hogy legyen egy ilyen. Hát menet közben szembesültünk azzal, hogy uram atyán, hát ez mindenképpen itt elbuktuk a pénzünket, ezen semmi nyereség nincs, de nem is ez volt a cél, hogy nyereség legyen. Még egyszer mondom, a cél az volt, hogy legyen egy ilyen nagyon régi zenekarnak, mint a Pokolgép együttes, legyen egyetlen egy DVD-je. És hát ezt sikerült is elérni, és hát remélem, hogy mindenki, aki megszerzi magának ezt a dolgot, mert korlátozott példányszámban lesz csak kiadva, nyilvánvaló abból fakadóan, hogy ez egy ráfizetéses mutatvány. Ezért mindenkinek tetszeni fog, reméljük. Én nekem nagyon tetszik, tehát ez a én személyes véleményem. Egyébként a képanyagot elnézve, abszolút látszik is rajtatok azt, hogy ott a koncertet is nagyon élveztétek, és hogy nekem egyébként az az életöröm át is jön az egész DVD-ből, hogy ilyen nem is tudom, hogy talán örömzenélés a legjobb szó rá. Hogy mondhatjuk azt, hogy most ez az ötös az így ennyire együtt van, és ennyire pozitív. Szerintem elég megnézni tényleg így a koncertek hangulatát, és azért sokszor érezzük azt, hogyha emberileg nem passzolnánk, egymáshoz nem működnénk jól, az lejönne a színpadról, és ez nagy előnye a Pokolgépnek, hogy általában mindig olyan showt tudunk csinálni, hogy felszabadultak, érezzük magunkat, és ezt adjuk a közönségnek, ők pedig ezt roppantul élvezik, ugyanúgy, ahogy mi is. Ez egy jó dolog. Onnan is jutott az eszembe, hogy tavaly nyáron dolgoztam a Rock Marathon Fesztiválon, és ugye ott adtatok egy elképesztő hangulatú koncertet, valami, nem is tudom, hogy szerintem talán az egyetlen olyan magyar zenekarot, akit elejétől a végéig végignéztem, pedig nem volt kötelező, de ott is előkaptatok egy olyan ritkább dalokat, mondjuk, mint a Gyűlölnek, vagy hát csak nekem ritkább, nem tudom, de hogy ott nagyon meglepődtem a koncerten, és a közönségen is azt láttam, hogy igen, ez most így nagyon együtt van a pillanat, és hogy valahogy ezt sikerült szerintem a DVD-vel nagyon megragadni, hogy ugye te is, amikor a Győzd lát a gonoszt elején mondod, hogy most akkor ti jöttök ugye az első refrénnél, hogy valami iszonyatosan jó volt a hangulat ott is. Mondhatjuk azt, hogy ezek a dalok, amik a DVD-re kerültek, ezek ilyen eszenciális kedvencek? Vagy hogy válogattatok annó a setlistet ehhez? Hát ezeket mi nagyon szeretjük, a közönség gyakorlatilag rendszeresen besegít nekünk abba, hogy mit játszunk. Az előbb mondtad éppen a Gyűlöl neked, hogy azt milyen jó volt meghallgatni a Rock Marathonon. Az is a közönségnek a beírásai alapján került be a műsorba. Na most hát a sportcsarnok buli az ember életében nem mindig adódik, és gyakorlatilag igen, hát mi állítottuk össze a műsort így, ahogy hallható. De hát mivel minden koncert más, ezért, hogyha valaki eljön például majd szeptemberben a sportalsóba, ahol játszani fogunk, akkor gyakorlatilag egy egész más műsort fog hallani. Nekünk nincs két egyforma műsor, minden koncerten más van. Most a sportcsarnokban egy ilyen műsort állítottunk össze. Ugye ez lesz az első videóanyagotok veled, ugye? Ja, igen, igen. És ugye mondtad is, hogy meg az első DVD-tek, és így azért tök furcsa belegondolni, hogy például már 10 éve énekelsz a zenekarba, igaz? 11-ig belőtte. Hogy valahogy, tehát hogy furcsa az, hogy egyébként nem volt eddig. Viszont most ugye örülünk ennek, hogy van, és mondtad, hogy egy nagyon jó kiadó fogja kiadni. Hogy jött ez a kooperáció? Hát én az Attila, aki a kiadó főnöke, ha jól tudom, bár ő se tudom, de ismerem, hát 30 éve körülbelül, és már a Metalbomba lemeznél is szóba került, hogy vele dolgoznánk, de akkor valahogy az elsiklott, és akkor a Gegentrend lett, és most úgy megint szóba került, hogy hát a DVD-t mégse killódjunk vele, mi amatőrök vagyunk ehhez, mi inkább a zenével foglalkozzunk, keresünk egy kiadós, és hát az Attila a Grund Records a megfelelőnek, és abszolút nyitottnak tűnt erre. Aztán gyakorlatilag egyenesben is vagyunk az egésszel. Tekintsünk egy picit a jövőbe akkor, tehát megjelenik ez a DVD augusztus 22-én. Mik az utána következő terveitek? Mi a következő kiadvány, hogyha van már esetleg fejben ilyen tervetek? Sok terv van.
határidőket nem tudunk tartani szokás szerint, de ami biztosnak hat, az az, hogy lesz egy verses lemez, 14 vagy 15 megzenésített magyar költőnek a versével, Attila fogja őket természetesen fölénekelni. Ezen a verses lemezen lesz 7 vagy 8 olyan megzenésített vers, ami még nem jelent meg egyáltalán pokolgép hangkordozókon, tehát teljesen újnak ható CD lesz ez a dolog. Utána készítjük az új sorlemezt, és mielőtt véglegesen én nyugdíjba mennék, a kedvenc általam megírt számokat az én énekletemben, meg a stúdióba természetesen a zenész kollégáimnak a segítségét kérvén, barátaimmal együtt fölvesszük a Kukó, nem tudom, én ezt annak szántam, hogy Kukó 55, de már elmúltam 55, most már majd valamilyen címet adunk neki, az lesz a cím egyébként annak a Kukó Ego lemeznek, hogy és a Tiszta szívvel pokolgép, azon is lesz egy megzenésített verse József Attilának a Tiszta szívvel, és mivel a pokolgép együttesbe töltöttem a életemet, ezért ez adódott, hogy ez lesz a címe, hogy Tiszta szívvel pokolgép. És a új sorlemez is természetesen készül, 80%-osan már kész, de mindig a végkifejletben arra játszunk rá, hogy addig matatunk a lemezen, amíg mindannyian nem mondjuk, hogy teljesen jó. Magyarul akkor az Kukó 80 lesz. És a tolószékben meglengetem. Hát jó, de viszont az a jó, hogy a magatok urai vagytok, hogy nem hajtatat el, nem? Tehát, hogy akkor adtok igazából lemezt, amikor akartok, és azért mondjuk látjuk azt a koncertek látogatottságán, meg a hangulatán, hogy igazából nem is, nincs is nyomás rajtatok ilyen téren, nem mondhatjuk ezt nyugodtan, hogy... Abszolút. Fesztenő dolgozhattok. Egyébként ez tök érdekes, amit mondtál, ugye, hogy a kedvenc dalaidat felveszitek újra, mert hogy ugye, ha jól tudom, akkor neked nem is volt már egy zenekarod, csak a Pokolgép, igaz? Igen. Igen. Egyébként így 5 év, vagy 15 decemberében jelent meg ugye a Barba Negrás koncertre a Metábomba. Így 5 év távlatában mit gondoltok arra a lemezről? Mondjuk te, aki ugyanek, ugye az volt a ja, nekem a az kuriózum volt, az első album volt, ilyen sor albumben részt vettem, az nekem örök gyermekem marad. Én nagyon szeretem ezt az albumot, rendszeresen hallgatom, tehát hát nem tudom, hogy változhatnánk-e rajta, hát biztos változhatnánk, ha újra fölvennénk, de szerintem új, ahogy van. Van róla személyes kedvenced? Van, persze. A Vésétek fel, az a nagy kedvenc, és a Szabadon és Még szabadabban például. Ezek nagyon nagy kedvencek. De mindenkinek más a kedvence természetesen. Nekem meg az Emlékszem. Aki írta a szöveget. A közönség az meg gyakorlatilag mindig más számot kér arról a lemezről, tehát ez is vetésforgó szerűen mindig más és más szám szokott bekerülni a műsorba. A következő sorlemezt, ugye mondtad, mert kb. 80%-ban készen van, ott kinek a dalai fognak dominálni? Tehát, hogy engeded a többieket is dalt írni, vagy azért ez... Én boldog lennék, a Pokolgép zenekarnak a történetében mindig boldog lettem volna, hogyha valami történt volna ebből a szempontból, mert lehet, hogy talán ezért is ilyen roppant lassan haladnak a dolgok. Még a Pinyő mutatott aktivitást, amikor 2000 nem tudom hány mélységében, és írtó jó számokat ír, de hát mit tudom én, hát azért mi nem arról szól a dolog, hogy fölkelünk, és akkor gitárt kapunk a kezünkbe, hanem fölkelünk, és akkor elmegyünk munkába. És akkor a munka után leül a zenekar, és akkor elkezd próbálni. És amikor jön a hétvége, ugye mert átalakult a egész kulturális hálózat, hétvégi művelődési ázak nyista, nincsenek rokkocsmák, vannak fantasztikus helyek, többek között a Sportalsó is egy ilyen hely. Köszönjük. Egyéb iránt ezt a mondatot hagyjátok benne. Na, azt akartam csak mondani, hogy ilyen egyszerűen telik a dolog. Tehát mit akartam mondani, nem tudom már. Hogy engedsz-e másokat? Ja, hogy engedek, szívesen engedném, mert én részemről nagyon lassúnak érzem azt a folyamatot, hogy 2-3-4 évente megjelenik egy új sorlemez, de én nálam lassan rakódnak le a dolgok, és van egy ötlet, akkor azon úgy fölveszem, ilyen alapjáraton, nincs megcsinálva a szám, csak egy ötletecske. Épp most mondta a Pinyi az egyik ötletemről, hogy ez szar, fönt van, a számítógépen fönt van, majd alakul, hát ha egyszer jó lesz belőle. De a lényeg, hogy én lassú vagyok,
nyilvánvaló dolog, örömmel veszem, hogy a Zalán például a verses lemezre ír számot, és lesz rajta Zalán zenei gondolat is. És hát a új sorlemezre teljesen nyitva van hagyva a dolog, bárki írhat, és ez, én ezért mondtam el, csak nem figyeltél oda, hogy Attila írt egy szöveget, a Emlékszem című a Metalbombán hallható szöveget, ami teljesen jó, és simán beleillik abba a gondolatiságba, amit mi képviselünk. És nagyon jó a szöveg. Többen. Ja, arra várok, hogy valaki bármit csináljon. Igen, jó a szöveg. Az a szöveg igen jó. Na. Emlékszem, hogy mikor a Tesen vagy más lemez kijött, akkor hallgattuk bent a suliba Becsempészet Magnón, és meghallott az irodalom tanára Tedd a kezed című, azt mondja, hát ez micsoda? Mutattuk neki az egészet, azt mondja, ezt következő irodalom óra meghallgatjuk. És meg is hallgattuk is, és ezt mondtam, hogy megmutattad a gyerekeknek, és tetszett nekik, és ott is ilyen teljesen másképp állt utána a zenekar, az azt, hát ilyen névvel ő nem gondolta volna. Így. Jó pedagógus volt. Egyébként igen, nagyon-nagyon szerettük tőle tanulni az irodalmat, mert nyitottan állt hozzá, és hagyta az embereket gondolkodni, tehát nem a megszokott verselemzés volt, hogy már pedig ezt gondolta költő, pont. Hanem hagyta kicsit az embereket így gondolkodni. Ugye, miért a Pokolgépbe kerültél, azért voltál pár zenekarban, meg voltál metal zenekarokban is. Mennyire, nem is tudom, hogy lehet jól feltenni a kérdést, mennyire voltál rajongó előtte, miért a zenekarba bekerültél? Tehát, hogy te szeretted nagyon a Pokolgépet? Hát 80 évben voltam először Pokolgép, ez annak számít, akkor már elég régóta hallgatok Pokolgépet, tehát egy rajongónak mondanám magam. Emlékszel még rá, hogy milyen érzés volt annó, mikor megtudtad, hogy téged választottak? Jó volt, nagyon jó volt. Hát én mondom, hogy meghallottam Pokolgép nevet, akkor egyértelműen el se hittem, hogy engem keresne igazán. Akkor volt a Társulat című műsor, és az egyik, emlékszem, az a Kori akkor került az Omenbe. Tehát akkor néztünk egymásra, hogy te meg a Pokolgépbe, én meg az Omenbe. Á, de jó! Hogy milyen érdekes az élet. Melyik az a Pokolgép lemez, amit ma már másképp csinálnátok, ha van ilyen? Van olyan lemez, amire mondjuk, nem is tudom, utána, nem is az, hogy másképp csináltok, hanem ami valamiért mást jelent nektek. Hogy érted, keverésileg, vagy hát ez a dalok írására gondolsz? Is, mind a kettő. Hát keverésileg szerintem egyetérthetünk a Gáborról, hogy mindegyiket máshogy kellene csinálni. És hát nyilván egy folyamata. Mozart, amiket írt 5 évesen, azt szerintem nem gondoltak komolyan 35 éves korában, amikor meghalt. Lehet, hogy azért van. Igen, szegény. Tehát ez egy folyamata, a zenei érés, tehát nyilván máshogy gondolja az ember a dolgokat, de elsősorban be kell vállalni ezt a dolgot, ami akkor adott pillanatban azt mondta, hogy na ez itt a csúcsok csúcsa volt. És van esetleg olyan lemez, ugye nyilván te vagy az egyetlen itt, aki minden Pokolgép lemezen játszik, ami különösen közel áll a szívedhez? És mondjuk akár olyan is, ami mondjuk kaphatott volna több elismerés szerinted? Hát nem tudom, mennyi elismerés fog kapni, de szívemhez közel ez a DVD, mert itt a képanyagon keresztül meg tudom nézni magamat. Meg természetesen a többieket, és a közönség is gyakorlatilag fantasztikus. Tehát én azt mondom, hogy mindig én úgy vagyok vele, hogy mindig a legutolsó az, amire azt mondom, hogy ez marha jó. És tényleg, hogyha megnézem ezt a DVD-t, akkor engem ez úgy azért mégiscsak úgy oda csap. És mondtad itt a riport elején, hogy oda lehet tenni bármelyik nyugati. Hát hogyha azt nézzük, hogy hát aki megnézi, az nem tudja, hogy mennyi hátránnyal küzd egy magyar zenész ezzel kapcsolatban, hogy ötten összedobják a zseppénzüket, vagy esetleg áll egy menedzsment az egész dolog mögött, aki belegyúl egy szatyorpénzbe, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor most így csináld meg a hajadat, és akkor így erre lépél a színpadon, és akkor úgy mozogjatok. Tehát mi mindent ösztönszerűen csináltunk ezzel kapcsolatban, és mindent saját erőnkből csináltunk, és nekem azért ez a legkedvesebb dolog, mert ezt öten megcsináltuk ezt a dolgot, természetesen a közönséggel karöltve, és hát nyilván azért ott volt egy technikai személyzet, aki ezt az egész dolgot meg tudta úgy valósítani, hogy egy jó produktum született belőle.
banálisnak tűnhet a kérdés, de például mindig kíváncsi voltam arra, hogy ti miket hallgattok a magánéletben. Vannak örök kedvencek, vannak új felfedezések, mennyire figyeltek oda az új zenékre, mennyire követitek a nem azt mondom, hogy a trendeket, mert éven ez baromság, hanem hogy az aktuális zenekarokat. És erre mondjuk mindenkitől kíváncsi vagyok. Hát ugye vannak favoritok, Judas Priest például, de egyébként én így nyitott vagyok az új zenékre is, és hát egyébként koncertekre is szoktam járogatni, úgyhogy én abszolút befogadó vagyok, de ami örök, az nyilván Judas Priest, Accept, Metallica, Megadeth, és az ehhez köthető, ehhez hasonló zenekarok. Úgyhogy nekem igazából ez a minden, amit úgy mindig meghallgatok, és mindig szívesen meghallgatok, és bármikor örömmel előveszek. Merné mást hallgatni. Hát nálam meg nagyon-nagyon nyitott ez az egész. Ugye én meg nem a metal világából jövök, de ettől függetlenül nyilván folyamatosan hallgattam olyan zenéket is. Én egy kicsit a progresszívebb vonalat ismertem, mielőtt ugye bekerültem. Nyilván ezek a klasszikusok megvannak nekem is, mint a Judas Priest, Scorpions, de nekem nagyon, én nagyon nyitott vagyok. Ugye a komoly zenétől kezdve szintén teljesen mindenevő vagyok. Pláne az instrumentális zenéket is nagyon kedvelem, úgyhogy ha ki kéne emelnem egy favoritot, akkor nem nagyon tudnék. Nagyon sok kedvencem van. Kábor? Hát most, hogy volt ez van ez a koronavírus, most kicsit továbbfejlesztettem magam, egy ilyen 200 olyan metal számot megtanultam, ami tetszik a fülemnek. Tehát esetleg elmentem mellette. Tehát itt most egy csomó zenekari név fölmerült, a Márk elmondta az én személyes kedvenceimet is. Bocsi. Egyéb iránt. De azon kívül most megnéztem például a vírus miatt egy csomó Pantera CD-t, Slayert, és egy csomó jó dolgot találtam. Visszamentem a 80-as évekig, 70-es évek zenét, meghallgattam a maiakat is, meghallgattam, és érdekes dolgok vannak. Nagyon jó ötletek voltak régen is, meg most is, és írtó jó zenészek vannak, vagy talán azt mondom, hogy egyre jobb zenészek vannak, egyre inkább fel kell kötni a hátsó neműt, vagy alsó nem, hátsó nem. Az a pelenka. Pontosan, amit Pinyő mond, az a régi vonalhoz, hát régi vonal, 80-as évekről beszélünk, az nagyon jó volt, és az még most is megállja a helyét. Én nem hallgatok új zenéket, én megmondom őszintén, tényleg az, amit Pinyő mond, hogy valami hiányzik belőle, tehát vagy szövegileg semmit mondóak, tehát ilyen, ami nagyon hiányzik, hogy nincsenek szövegek. A pontú ember. De olyan nem tudom, hogy meghallgatok egy Petőfi rádiót, akkor ilyen semmit mondásról beszélnek, tehát ilyen nincsenek jó szövegek, nincsenek jó dalok. Én tudom, ilyen régieket szeretem. Judas Priestet, a Scorpionsot, a Diót szeretem, nagyon az Acceptet. Volt esetleg az évek alatt olyan szituáció, vagy olyan visszajelzés közönségtől, ami különösen jól esett annyira, hogy tudod, hogy ezt egy életre megjegyezted? Amikor az Attila bekerült, tehát ez egy folyamat. Én nekem az esik nagyon jól, hogy mióta az Attila bekerült a zenekarba, fölfelé ível a zenekar tetszési indexe, fogalmazzunk így, tehát a koncerteken le lehet mérni. Ez az, ami nekem nagyon jól esik. Tehát, hogy volt értelme újra csinálni, újra, nagyon sok energiát beletenni. Na, mindig jó, amikor elmegyünk, tehát a Erdélybe is elmegyünk, az nagyon ritkán jut el magyar zenekar, és a magyar hangot is hallani egyáltalán, és akkor ottani emberekkel beszélni, olyan őszinték, tudod, hogy nincsen semmiük, de azért azt a valamit odaadják, amiük van. Nektek esetleg valami ilyesmi? Konkrétum nincs, de minden esetre az tényleg nagyon élvezem, amikor koncert végén kimegyünk, és akkor ott lehet kötetlenül beszélgetni, jól érezni magunkat. Az jó. Nem csak annyira tök jó ezeket hallani tőletek, hogy így kicsit így el is feltettem, mit akartam még kérdezni. Beengedek levegőt. Vigyenek a legjobb, neki van légkondi. Nekem most. Nem árt, ha tudod, hogy mit kérdezel. Persze. Igazából
szerintem mindent megkérdeztem, amire kíváncsi voltam. Ugye így az számol nem minden... kérdezted meg, hogy ki a kedvenc basszus gitárosom például. Tehát az igaz, na, viszont akkor... Nekem meg a Gábor. De ha várjál, azt nem tettük fel azt a kérdést, hogy mi kérdezünk. Egyébként figyelj, Amerikában tök sok helyen van ilyen, mint a Jimmy Fallon show-ba, ahol a vendég kérdezi aztán a műsorvezetőt, úgyhogy bármi kérdésed, akkor nyugodtan felteheted. Amúgy, ami még nagy élmény, most így gondolkodtam közben, az, hogy látom azokat az embereket a színpadon előttünk vagy utánunk, akiket mondjuk esetleg szeretek, vagy nézek, és akkor rengeteg tapasztalatot lehet így gyűjteni, hogy ki hogy csinálja, hogy működik a színpadon. Azok nagyon jó. Meg az is jó élmény, hogy a legfiataltól a legöregebbik van. Tehát lenézünk a koncertre, vagy amennyit látunk abból, tényleg a legfiatalabb és a legöregebb is ott van. Tehát ez jó érzés, hogy mindenkit megérint a zene. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a pokolgép egy generáció. Igen, pontosan. Bocsánat, szöget. Sokat kaptam. Én kerek, bocsánat. Ugye nem élő? Nem. Jó, oké. Okay. Nem, dehogy is. Kérdezed meg. Visszatértünk. Én ennyit gondoltam mostanára. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a beszélgetést, és hát akkor legkésőbb augusztus 22-én találkozunk a Barba Negra Trackben, és ha jól érezzük magunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.